Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A mai napon a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdetét vette az érettségi időszak. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban vegyük sorra, mi mindennel készültünk még mára. Indul a szezon, még drága, de már kapható a magyar szamóca. Vizsgára fel, hétfőtől kezdetét vette az érettségi. Jubileum, 140 éves a nyírbátori tűzoltóság. Elindult a szamóca szezon, egyre nagyobb mennyiségben jelenik meg a piacok és kereskedők kínálatában a hazai termesztésű gyümölcs. Az ára még igencsak magas, körülbelül 3000 forintot kérnek el egy kilogrammért. Ezt próbálják kihasználni azok a nyerészkedő árusok is, akik a gyengébb minőségű külföldi gyümölcsöt vegyítik a magyarral, érdemes tehát odafigyelni vásárláskor. Négy fűtetlen fólia sátorban, összesen 2500 négyzetméteren termesztik a szamócát ezen a nyírpazonyi ültetvényen. Jól látható, hogy a gyümölcsök nagy része még zöld színű, a már érett terméseket pedig a hét elején kezdték el szüretelni. Az már most megállapítható, hogy az utóbbi évek átlagához képest jó minőségben és megfelelő mennyiségben terem az idei földi eper. Legalábbis azoknál a termelőknél, akik a drasztikusan megdrágult alapanyagokat és növényvédőszereket a mostani szezon előtt is alkalmazták. Most vagyunk túl a második szüreten. Ilyenkor az elején még általában nem jön meg az az igazi íz és azok az igazi színek, mint a szezon hátralevő részébe. Viszont hogyha a eddig piacon megtalálható importhoz hasonlítjuk, akkor azért az íze, zamata, az illata az már megmutatja a különbséget. Talán jövő héttől már várható, hogy nagyobb mennyiségben is érni fog. Most jelenleg pont annyit tudunk szedni, amennyire éppen kiskereskedelmi oldalról igény van. Éppen ezért még nem nagyon reklámozzuk, illetve csak az a régi vevőinket próbáljuk első körbe kiszolgálni. De jövő héttől, főleg, hogyha így marad, ilyen szép napos idő lesz, akkor az igen jót tesz majd itt a fóliába a szamócának, és szerintem jövő héttől az útszéleken már nagyon nagy mennyiségben találkozhatunk vele. Nekünk ugye mindig az előző évre kell visszagondolni, és tavaly, amikor véget ért a szezon, és elkezdődtek a palántanevelések, akkor azért már igencsak elkezdtek felfele kúszni az alapanyagárak. Ez nagyon sok palántanevelőt visszafogott a addigi termelési mennyiségébe, így nehezebb volt beszerezni jó minőségű palántát, azt, amit meg be lehetett szerezni, eleve magasabb áron lehetett beszerezni. Ehhez jött még az, hogy ugyan elhúzódott ez a vénasszonyok nyara, tavaly egész jó idő volt még, de a napsütéses órák száma nem volt túl sok, így általánosságban, akikkel beszélek más termelőkkel is, az a jellemző, hogy bizonyos fajták nagyon jó mennyiség van, de a nagy átlag mégis az, hogy kevesebb hazai szamóca lesz idén, mint mondjuk tavaly volt. A fűtetlen fólia sátorban termesztett hazai szamóca ára most a szezon elején fajtától függően 2500 és 3500 forint között mozog a nagybani piacokon. A hazai termés helyzetét ugyanakkor kedvezőtlenül érinti a külföldről behozott földi eper. Ezt ugyanis sok kiskereskedő próbálja magyar szamócaként eladni, holott minőségük nem betegszik a hazai gyümölccsel. Ugye a szamóca az jelen pillanatban a magyar szamóca szezon abban a helyzetben van, hogy most már a hideg hajtatásban lévő fólia sátrakból érkezik a szamóca. Ezek olyan sátrak, amelyekben nincsen fűtés. Korábban még körülbelül 2 héttel ezelőtt a fűtött fóliából érkezett a szamóca, ami a magyar termőterület nagyon pici százaléka. Ezek a fűtetlen fóliák azok már egy jelentős területet adnak a magyar termőterületből, és gyakorlatilag most jelenleg innen jön a gyümölcs. A magyar szamóca jelenleg jobb minőségű, mint az import, jobb az íze, frissebb is, és emiatt viszonylag magas áron forgott a nagybani piacon. Tehát egészen a múlt hét is még ilyen bruttó 3 és 5 ezer forint közötti árakról lehetett hallani a nagybani piacon. Úgy gondolom, hogy a hétvégi jó idő, és ez a hét ez valószínűleg egy picit az árat már elkezdi lefelé mozdítani, hogyha megfigyeljük, akkor minden évben az zajlik le a magyar szamócával, hogy május során hétről hétre nő a kínálat, egyre több szamóca érkezik a magyar földekről a piacokra, és azáltal szép lassan csökken az ára. Mindenféleképpen azt el kell mondani, hogy
ha a fogyasztó jelenleg magyar szamócával találkozik, ami mondjuk ilyen 1500 forint, vagy mondjuk körüli áron van, ott mindenféleképpen felmerül a gyanú, hogy az úgy magyar, hogy a kereskedő az valamilyen importárut magyarított, ami nem egy szép dolog, de ebbe a szamóca üzletben ez mindig egy jelenlévő helyzet. Az import az olyan szempontból okoz zavarokat, hogy a görögországi szamóca termesztés az ez egy tömegipar, tehát ott nagyon nagy felületen, nagyon nagy tömegben állítják elő ezt a terméket. Viszonylag olcsó bangladesi munkaerő segíti a görög termesztőket a betakarításban, ezáltal ott az előállításnak a költségei azok 1 kg-ra esően jóval alacsonyabbak, és ez sokszor azt eredményezi, hogy az import termék a magyar piacon a magyar szamócánál alacsonyabb áron jelenik meg. Ezt néha még tovább borzolják a kedélyeket olyan balkáni vagy romániai kereskedők, akik abból élnek, hogy ilyen 3,5 tonnás kis buszokkal közvetlenül hordják a magyar, akár kis piacokra az árut. Ez okoz zavarokat, de én azt gondolom, hogy a fogyasztók azok látják az import és a hazai termék közötti különbségeket, és elsősorban az íz és a frissesség miatt hajlamosak inkább a magyar terméket vásárolni, még akkor is, hogyha ennek egyébként jóval magasabb az ára. A vásárlók igényei pedig igencsak eltérőek. Persze, mivel a magyar szamóca egy hónapos gyümölcsnek mondható, az emberek általában nem sajnálják rá a pénzt. Nagyon nagy az árkülönbség ugye a kiskereskedelmi, illetve a nagykereskedelmi ár között, illetve a szamóca fajtája között is. Nem csak magyar eperről vagy import eperről beszélünk, a magyar eperen belül is rengeteg különbség van. Ugyanúgy, mint hogyha az autóból valaki egy kicsi olcsó kategóriást vagy egy nagy luxus márkát vesz, ott is nagy az eltérés, ugyanez van az epernél is. Van, aki a kicsi, apró szemeket preferálja, van, akinek nem kell annyira éretlenül, de aki az igazán élénk színeket, erős illatot szeretne, nagy szemeket, azoknak általában magasabb az ára. Jelenleg a nagy kereskedelmi árakról tudok beszélni, azok minimum 2200 forintos kilónkénti áron indulnak, és valahol 2600 körül van a teteje. Hát az, hogy a kiskereskedelmi ár és az ezen milyen, azt meg mindenki láthatja a pultokon. Fekete Viktor azt mondja, a változékony időjárás miatt a gyümölcsfertőződés ellen is többet kellett idén védekezniük, emiatt is borsosabb a szamóca ára a szezon elején. Arra ugyanakkor ma már a termelők is figyelnek, hogy csak olyan kiskereskedőknek adják el a gyümölcsöt, akik nem csapják be később a vásárlókat. Az idei évben mindenki hívásra szembe kellett nézni, legalábbis az én tapasztalatom az. Egyrészt rögtön az ültetés előtt hatalmas alapanyagáremelkedés volt, ami elvitte az addig megszokott befektetési költségeinket. Másrészt az időjárás olyan volt, hogy azokból a növényvédőszerekből, amikből általában kevesebbet kell használni ültetés után, annak érdekében, hogy megvédjük a növényt, és ezek általában igencsak drágák is. Most az idejében rengeteget kellett a tavalyi időjárás miatt használni. Aztán pont amikor elkezdett volna kivirulni az idő, és mindenki arra számolt, hogy most már túl vagyunk a telen, akkor itt azért a tavasz elején igen kemény fagyok voltak. Hiába fóliába termelünk, hogyha kint leesik az esti hőmérséklet, akkor itt bent is van, úgyhogy napi szinten kibetakarással kellett védeni a növényt, és mivel igen nagy a hőmérséklet ingadozás, este mínusz, napközben plusz, a pára is folyamatosan csapódik, így a gombás fertőzések egy ilyen zárt közegben igencsak veszélyesek tudnak lenni, úgyhogy a korábbi évekhez képest sokkal intenzívebben kellett védekezni. Ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy hát akkor mégis mennyi növényvédőszer tartalmaz a szamóca, mert hogy ettől mindenki fél. Én azt szoktam mondani, hogy az a termelő, aki egy jelentős összeget befektet, majd egy egész család egy teljes évet dolgozik vele azért, hogy legyen termésmennyiség, az nem kockáztatja meg azt, hogy tönkre menjen a befektetése, az egész évi munkája, illetve a becsülete azért, hogy olyan növényvédőszert használjon, ami utána káros akármire, főleg, hogy egyébként mi is azt tesszük. Úgyhogy ha valaki betartja az élelmezésügyi várakozási időket, illetve a szabályos felhasználást, akkor nincsen semmi probléma.
Az már más kérdés, hogy ezt a piacokon, az útszéleken ki hogyan tudja lekövetni, mert sajnos nem feltétlenül mindig az van a ládába, ami a címkén szerepel. A szamóca ára egyébként nem maradt tartósan 3000 forint körül. A korábbi évekhez hasonlóan május második felétől fokozatosan 2000 forint alá esik az ára, különösen akkor, amikor a szabadföldön termesztett eper is megjelenik a piacokon. Túl vannak az első vizsganapon a végzős középiskolás diákok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelivel vette kezdetét az érettségi időszak. Erről és az oktatás egyéb fontos aktualitásairól beszélgetek a következő percekben Iszák Tiborral, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnökével. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a televízió nézőt. Milyen érettségi időszaknak nézünk elébe? Itt az elmúlt néhány évben nagyon hektikus volt az érettségi, már csak a Covid miatt is, egyéb változások miatt is, jövőre ismét változásokat terveznek az érettségiben. Ez az idei érettségi, ez milyen, hogyan készültek rá a diákok, és milyennek ígérkezik? Én azt gondolom, minden érettségi és minden egyes megmérettetésre rá lehet mondani azt, hogy hektikus, mert nem lehet ugyanilyen, mint az előtte lévő. A másik nagyon fontos dolog az, hogy nekünk pedagógusoknak az a dolgunk, hogy felkészítsük ezeket a diákokat. Elsősorban magára megmérettetésre, másodszorban pedig a változások kezelésére. És én nagyon bízok a diákok és az ifjúság józanítélő képességébe, a magába a diákoknak a tanulási hozzáállásában, és a saját iskolámban azt tapasztalom, és azt tapasztaltam, hogy tisztességesen és becsületesen készültek erre a megmérettetésre. Független attól, hogy most milyen tantárgyból történik majd ez a megmérettetés, természetesen az izgalom, a várakozás az ott volt, meg ott van szülőbe, tanárba és diákba egyaránt. Mi próbáltunk egy kicsit segíteni ezen a helyzeten, oldani különböző szituációkat teremtettünk, vizsgahelyzeteket előtte. Nagyon sokan már a próbaérettségén megmérettették magukat. Természetesen a mai nap folyamán, amikor elindítottuk az érettségét, én minden egyes nap szoktam hozzájuk szólni egy-két biztató szót, amit várnak is, és aztán körbejártam a termekben, és azt tapasztaltam, hogy nem volt feszültség, dolgoztak szépen, és odaadóban tették a dolgokat. Országosan hány diákot érint az idei érettségi? Kimutatásunk szerint 75 ezer érettségizőrel számolunk, körülbelül ebből 35 ezer egyéb pót javító vagy előrehozott is van. Azt gondolom, hogy a változások miatt az emelt érettségik száma az egy kicsit csökkent, 15% körülére tagsáljuk most jelen pillanatban ezt a számot. Természetesen a későbbiekben ez majd realizálódni fog, szerintem. Nem tudom, hogy mi lesz majd ennek a következménye, de várunk egy nagyon komoly és pozitív eredményeket attól függetlenül. Mennyire zavarhatta meg a diákokat az, hogy itt viszonylag nagy szabadságot kaptak az egyetemek a követelmények felállításában? És nyilván nem egy intézménybe adja a jelentkezését az, aki tovább szeretne tanulni, hanem többe is. Természetesen ez egy érdekes helyzet, egy nagyon új, és én azt gondolom, hogy itt nekünk pedagógusoknak nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy tudjunk segíteni és felkészíteni diákot, szülőt, sok esetben tanárokat is erre a szituációra. Az egyetemek szerintem a kevés diák miatt halásszák a hallgatóikat, de nem tették meg azt, hogy ne a minőség irányába induljanak el, és emiatt azt gondolom elég sok egyetem majd fog kérni olyan komoly belépési akciókat, amelyekre, ha nem készülnek fel a diákok, akkor sajnos nem fog tudni majd belépni az egyetem kapuin. Én azt gondolom, hogy legjobb és leghatékonyabb lenne, hogyha egy nagyon komoly pályaorientációs tevékenységet tudnánk minél hamarabb elindítani ebbe a dologba. Nem csak 12., hanem már 10-11. Évfolyamon készíteni a srácokat. Sajnos olyan gyorsan változtak, meg fognak még változni szerintem ezek a helyzetek,
hogy nem lehet konkrétumot mondani, viszont magára a helyzet változására fel tudjuk őket készíteni. Arra, hogy különböző felületeket hogyan tudjanak kezelni, hogyan tudjanak tájékozódni az általuk kiszemelt intézmények irányába, ebben nagy felelősség van szerintem a pedagógusoknak, és ez már nem biztos, hogy csak osztályfőnöki és csak szülői dolog lesz, hanem ez egy külön szakma lesz szerintem a végére, hogy tudjuk ezeket majd támogatni. Itt az egyetemeknek a felelőssége pedig abban lesz, hogy egy nagyon korrekt tájékoztatást fognak elindítani. Én jelen pillanatban a saját intézményemben teljesen kinyitottam az egyetemek előtt a kaput, és nagyon sok egyetemről jöttek hozzánk, Dunántúlról, Dél-Alföldről, minden olyan helyről, ahonnan várható, hogy gyerekeink esetleg oda mennek tanulni. És természetesen azt gondolom, hogy a pályaválasztási felelősem is ugyanitt teszi a dolgát. És nagyon fontos, hogy ezeket a számításokat különböző egyetemek bevaló bejutásoknál, hogy hogyan tudjuk ezt kialakítani. Én azt gondolom, hogy itt a számításoknál lesz a legnagyobb baj, mert ugye sokan választják a középszintű érettségit, csak nem mindig tudják azt, hogy az hány százalékot ér, és maguk ezek a százalékos megosztások, ugye azok változnak. Egy középszint, ami az emelt szintnél 100%-ot ér, a középszintnél az csak 67%, és ez már nagyon, ha ötös. És mi, hogyha lejjebb megy, akkor akár 50%, és akkor ugrott a százalékos pontszám. Tehát itt és alapból oda kell attól figyelni. Függően, hogy milyen vizsgának ugrik neki a diák, attól függően ő már determinálja azt is, hogy hová kerülhet be, és pontosan. Hová nem. Tehát ezért kell jól előre ezeket a dolgokat tisztázni, segíteni őket, hogy a döntéseket meg a végérvényes irányokat valahogy megtalálják. Én egyre inkább azt érzékelem, és egyébként a gazdaság is, meg a társadalmi változások is annyira gyorsak, hogy borzasztó nagy szükség lenne nem csak a tárgyi tudást bővíteni, hanem egyéb kompetenciákat fejleszteni. Akár a rugalmasságukat, a nyitottságukat, a kommunikációs készségeiket. Tehát, hogy egy csomó olyan készséget, amivel a jelenlegi oktatási rendszer még nem megfelelő hangsúllyal foglalkozik. És a következő kérdés, hogy egyáltalán a pedagógus társadalom alkalmas-e arra, hogy ezekre a kompetenciákra felkészítse a diákokat, és hát ez alapos önismeret, ami ahhoz kell, hogy a gyerek be tudja lőni, hogy ő neki mi az, ami való a pályaorientációban. Érdekes dolgokat tetszik pengetni. Én azt gondolom, és nekem ez nagyon a szívemhez szól, mert én az én iskolámban pontosan ezeket preferálom, és nagyon, nagyon komoly szinten már az alsó tagozatból elindítjuk ezeket a tevékenységeket. Tehát más módszereket kell használni, és másféleképpen kell a diákokkal kommunikálni és hozzáállni, és a fontossági sorrendeket kell állítanunk, hogy mi is a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, nekünk ez a jelmondatunk, nekünk a diák az első, tehát a gyerek az első, és hogyha ezt be tudjuk tartani, akkor mindig ezt szem előtt tartva tevékenykednek a dolgozóim, és nem csak a pedagógus, hanem a takarító, karbantartó és a pedagógiai asszisztens, mindenki ezért van és ezért dolgozik. Különböző intézkedéseket tettünk, tudom, sokan nem megköveznek érte, például én betiltottam az iskolában házi feladat, nincs házi feladat. A kompetenciákról beszélünk, akkor el kell kezdeni kompetencia alapon oktatni is. Tehát nehéz úgy kompetencia mérést teljesíteni, hogyha nincsen kompetencia alapú oktatás. Tehát ha tárgyi és nagyon speciális leszakosodott információk alapján oktatjuk csak a gyerekeket, és elfelejtjük nevelni, és elfelejtünk velük úgy kommunikálni, hogy egy kimondott mondat másféleképpen is értelmezhető, akkor nehéz lesz a kompetenciákat igazándiból fejleszteni. Mindemellett a mai napokban, illetve hónapokban nem feltétlenül erről szól a pedagógus társadalomnak egyáltalán a párbeszéde. Más problémákkal küzdenek. Napi szinten halljuk, látjuk a sajtóban a pedagógus sztrájkokat, a demonstrációkat, a státusztörvény elleni tiltakozást. Egyáltalán
ez a zaklatott helyzet nem biztos, hogy segíti azt, amire a diákoknak most szüksége lenne. Egyáltalán nem segíti, azt gondolom, de a helyzet az mindig magáért beszél. Nem vagyunk egyformák, és nem is leszünk, ez a szépség az egészben. Én maximálisan megértem azokat a kollégákat, akik sztrájkolnak, az elégedetlenséget is megértem a bérekkel kapcsolatosan, és igazat is adok nekik, viszont a módszerekkel nem értek egyet, sőt, egyáltalán nem értek egyet a módszerekkel, mert ha én a szakmámmal kapcsolatban fejezem ki a nem tetszésemet, akkor én nem tűröm el, hogy bárki más mondja el azt, ami nekem probléma. Sem gyerek és sem politikus nem teheti meg azt, hogy az én gondjaimat ő meg akarja oldani. Nem. Én azt gondolom, hogy mi pedagógusok vagyunk olyan erősek, és lennünk kell olyan erőseknek lenni, hogy oda tudjunk állni, és elmondjuk, hogy mi a bajunk. Van erre fogadókészség? Mert hogy ez a feltétel, hogy legyen a másik elég sokat tanácskozok, és vagyok bent ezeken a döntéselőkészítő és a jogszabályalkotással kapcsolatos fórumokon, és igen, van. Én azt gondolom, talán egyedül most volt még ilyen lehetőségünk nekünk pedagógusoknak, hogy egy kicsit bele tudjunk szólni mi is abban, hogy mi lesz a jövő, és hogyan fog alakulni. Én nagyon bízok abban, hogy nagy százalékban az akaratainkat, illetve azt a szakmaiságot bele tudjuk tenni ebbe az olyan alakuló törvénybe, amely majd a jövő generációt, illetve a mi munkakörülményeinket fogja szabályozni. Természetesen azok, akik nem ismerik, azok gondolom egy durva olvasat után reagálnak így, ahogy most reagálnak. Én bízok abban, hogy ha meg fogják ismerni azokat a változásokat, amit például a Nemzeti Pedagógus Kar nagyon sok mindenben sikerült, hogy kieszközünk és beépíteni az új jogszabályba, akkor a legvégén azt gondolom, hogy el fogjuk fogadni, és tudunk majd együtt dolgozni, természetesen a megfelelő bérek mellett. Nagyon sok olyan pozitív dolgot tudtunk betenni a törvénybe, amelyek nem voltak benne. Egyedül itt talán a konkrét munkaidővel kapcsolatban vannak még szakmai vitáink, mi ragaszkodunk a 22 órához, a heti 22 órához, és ha ezt sikerül elérni, azt gondolom, hogy egy óriási nagy előrelépés lesz a jogszabály összességében véve is. Fontos az, hogy bizonyos pontoknál sikerült, és fogadóképesség is volt a jogalkotó részéről, és beemelte a javaslatainkat. Ha most azt mondom, hogy a jubileumjutalmakkal, vagy különböző meglévő eredményeinket sikerült átvinni, akkor ez elég sok pozitív eredmény. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, és hát ugye az érettségivel kezdtük, és a felvételikkel kezdtük. Hát az egyik mérő pontja az éppen az lesz, hogy vajon mennyire fog növekedni a pedagógus pályákra jelentkezők száma, és ez egy külön téma lehet majd. Köszönöm szépen, alelnök úr, hogy befáradt ma hozzánk. Ünnepi állománygyűlést tartotta a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyírbátorban. A városban 140 éve működik tűzoltóság. Az eseményen az évforduló, valamint a tűzoltónap alkalmából a 6 miniszteri elismerés mellett több mint 40-en vettek át oklevelet. Tűzoltó induló az 1900-as évekből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyírbátori Kulturális Központban tartotta idei ünnepi állománygyűlését. Az eseményt a Magyar Tűzoltók Napja alkalmából minden évben megrendezi a Vármegyei Katasztrófavédelem. A helyszín apropóját idén az adta, hogy a városban 140 éve működik tűzoltóság. Gyakorlatilag évelején, amikor egyeztettük az eseményeket, akkor mi kértük,
hogy az idei vármegyei tűzoltó nap, ugye, ami a Szent Flórián napján kerül megrendezésre, azáltal, hogy 140 éves kerek évfordulót ünneplünk, itt Nyírbátorban kerüljön megrendezésre, és ennek nagyon örülök, hogy mind helyben, mind Máté Szalkai kirendeltségnél, mind pedig a megyei igazgatóságon ezt a kezdeményezésünket pozitívan fogadták, és lehetőség van idén Nyírbátorban ünnepelni a tűzoltónapot. A tűzoltóság mindig fontos volt a város életében, és nem csak azért, mert nyilván nagyon sok szempontból, vagyonvédelem, emberi életek védelme szempontjából számtalan esetet tudnánk felsorolni, amikor a tűzoltóság mentette meg a várost, talán lehet így a legegyszerűbben fogalmazni, de ezen túl számos olyan egyéb feladatot látott el mindig is a tűzoltóság, ami a város fejlődése, működése, kulturális élete, gazdasága számára nélkülözhetetlen volt. Az elmúlt 140 évben nagyon sokszor alakult át a helyi tűzoltóság, működött önkéntes alapon, a helyi civilek kezdeményezésére volt, amikor az állam szervezte meg, és az önkormányzat biztosított neki helyet, és volt, amikor az önkormányzat maga volt a tűzoltóság működtetője, de minden időszakban a legfontosabb talán éppen az, hogy a helyi közösség is mindig fontosnak tartotta a tűzoltóság működését, mert pontosan tudták az itt élő emberek, hogy a saját védelmük szempontjából a katasztrófák megelőzése és az esetlegesen bekövetkezett nagy tüzek elhárítása kapcsán nagyon fontos, hogy legyen egy jól működő, állandóan elérhető tűzoltóság. Nagyon sok olyan esemény van, amiről be tudunk számolni, ahol a tűzoltóság működése nélkül sokkal nagyobb emberi áldozatokat és anyagi károkat szenvedett volna el a város. És talán még egy nagyon fontos dolog, amit mindig ki kell emelni Nyírbátor esetében, hogy mi az elmúlt 20 évben nagyon komoly gazdasági fejlődésen mentünk keresztül, és ezt mindig elfelejtik az emberek, hogy ez egyik sarokköve annak, hogy mondjuk egy gazdaság hogyan tud fejlődni, az az, hogy a befektetők mennyire érzik biztonságban a saját vagyonukat, azt a több milliárdos gyárfejlesztést, amit a városba hoznak, és ebből a szempontból is a Nyírbátori Parancsnokság mindig is a város partnere volt. Az eseményen részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki a tűzoltók áldozatos munkájáról beszélt. 1871-ben alakult meg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség, melynek elnökévé gróf Széchenyi Ödön, Széchenyi István legifjabb fiát választották. 10 év múlva már itt a Nyírségben is, itt Nyírbátorban megalakult a tűzoltóság, mert a nyírségi ember mindig is a segítő szándék és a tenni akarás vezérelte. Munkájukhoz kívánok jó egészséget, és kívánom önöknek, hogy érezzék mindazt a megbecsülést és sok-sok hálát, amivel az itt élők megköszönik áldozatos munkájukat. Az eseményen a Magyar Tűzoltók Napja, valamint a Nyírbátori évforduló kapcsán több mint 50 elismerést adtak át. Itt elsősorban azokat a tűzoltókat, azokra a tűzoltókra emlékezünk és ünnepelünk, akik már elmentek közülünk, főleg azokat, akik bevetés közben hunytak el, de hát nyilván, hogy a mai élő tűzoltókat is tiszteljük és köszöntjük, és ünnepeljük, de így van ez az egyéb tüzes szakmákkal is. Közöttük a kéményseprőket is ünnepeljük, mert ők is a katasztrófavédelem állományába tartoznak, ők is nagyon sokat dolgoznak a szénmonoxid mérgezések, a kéménytüzek, a lakástüzek megelőzésében. Mint minden szakmában, itt a tűzoltóknak a hivatásában is nagyon sok veszély van, hiszen a tűzoltók oda mennek, ahonnan más menekül. Akár legyen az tűzeset, vagy műszaki mentés, és ők találkoznak legelőször a balesettel, a halállal, a tragédiával, a hozzá tartozóknak a bánatával, gyászával, és ők látják leghamarabb, hogy néhány perc alatt egy egész élet munkája hogy tud kárba veszni. Miniszteri elismerést összesen 6 kaptak az ünnepségen. A tűzoltók mellett egy a nyírbátori állományt segítő plébános munkáját is díjazták. A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, a jelenlegi háborús időkben az egész országban felértékelődött a biztonság szerepe, melynek megteremtése részben a katasztrófavédelem területén dolgozók feladata. 2020-ban volt a 150 éves a tűzoltóság, és akkor alakult először Magyarországon hivatásos tűzoltóság, és az, hogy Nyírbátoron most a 140 éves tűzoltóság évfordulót ünnepeljük, tehát 13 éven belül megalakult már Nyírbátorban a helyi hivatásos tűzoltóság, ez
jól mutatja, hogy mennyire fontos volt a helyieknek a biztonság, mennyire fontos volt a helyieknek az, hogy a biztonságért egy hivatásos intézményt, egy hivatásos tűzoltóságot is megalakítsanak. És azt gondolom, hogy így, hogy az országban az elsők között alakulhatott meg ez a tűzoltóság, és ennek egy ilyen kiváló évfordulója mai nap, ez különös jelentőséget is ad ennek a mai ünnepnek. Ezért is eshetett a belügyminiszter úrnak a választása, hogy 5 tűzoltó és a tűzoltóságot segítő plébános atyának miniszteri elismerő oklevelet ad át a mai napon. A tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek elsősorban a feladata mindig a biztonságnak, az életvédelemnek és a vagyonvédelemnek a garantálása, és ennek kiválóan megfelelnek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos üzenete van ennek a mai napnak a jövő nemzedékek felé is, hogy érdemes a tűzoltó hivatást választani, mindazok, akik még pályaválasztás előtt vannak, és pont most a ballagási hétvégén vagyunk, nagyon sok középiskolákban most ballagnak el a diákok ezen a hétvégén, ez is ad egy különös jelentőséget, hogy mindazok, akik még most választják majd ki, hogy merre visz az útjuk tovább tanulás szempontjából, vagy akár milyen pályát választanak, azoknak a tűzoltó hivatás és a rendészeti szerveknek a hivatása is egy kiváló út lehet, egy kiváló választási lehetőség. A katasztrófavédelem állományába tartoztak azok a mentőszolgálati munkatársak, illetve a mentésben résztvevő szervező csapat, aki egy néhány héttel, hónappal ezelőtt a törökországi földrengés okozta áldozatok megsegítésére a Hunor mentőcsapattal kiutaztak, és ott egy kiváló mentési munkálatot hajtottak végre, és nagyon sok életet sikerült megmenteniük. Azt gondolom, hogy minden ilyen helyzetben is a kormány, hogyha szükséges plusz forrás, akkor az biztosítja a hivatásos szervek részére. Az elmúlt időszakban a rendészeti szervek vonatkozásában egy komoly béremelésre is sor került, ezért is lehet vonzó a fiatalok számára ez a pálya. A tűzoltók napját 1991 óta ünneplik ismét május 4-én. Ez a nap Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe. Aki az elkötelezett hivatástudat, a munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás jelképe egyben. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, amikor vendégünk lesz dr. Obbágy Veronika, a Szent Györgyi Albert-díj közönségdíjasa. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!